volna Patinál. Úgyhogy alkalmával hoztunk egy kis... Nagyon szépen, köszönöm. Kis kedvességet. A kedvesség jól jön most az ünnep közelettével. Az ukrán, illetve kárpátaljai menekültek nehéz helyzetben élik a mindennapokat. Az ajándéknak mindig örülnek. Nagyon jó nekünk. Jó, kedvesek hozzánk az emberek, és így jól érzik magukat. Hát igen, nagyon jól érzünk magunkat, minden támogatást megadnak, köszönjük a szállást, az élelmet, úgyhogy nagyon jól érzünk magunkat, köszönjük. Nyuszi ide is megérkezett. Mészáros Attila alpolgármester és Tisztl Henrik, az Alba Bástya Család és Gyermekjóléti Központ vezetője adta át az édességeket rejtő csomagokat a színházi dolgozók kézzel készített nyuszi figuráival együtt. Köszönöm szépen az Alba Bástya Család és Gyermekjóléti Központ munkatársainak, hogy összetették a csomókat a napi feladatokon túl. Nyilván köszönjük a színháznak is a felajánlást, és hát minden dolgozónak, aki a különböző szálláshelyeken nap mint nap segíti az ellátottakat. Köszönjük a sok-sok felajánlást és adományt. A József Attila kollégium mellett a város három másik helyszínére is jutott a csomagokból. Közel 90 gyermeknek tették szebbé a húsvéti készülődést. A segítségre pedig folyamatosan szükség van. Nagyon sok felajánlás érkezik még most is hozzánk az Irányi Dániel utcai raktárunkba. Azt gondolom, hogy az abszolút köszönet jár mindenkinek, tényleg magánembereknek, cégeknek, munkai közösségeknek, sportcsapatoknak. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy nagyon köszönjük azt, hogy minden egyes nap valakik hozzájárulnak ahhoz, hogy a kollégáim a munkájukat tudják végezni és tudjanak segíteni. De azt gondolom, hogy most is továbbra is azt tudom erősíteni, amit eddig is elmondtam, hogy a tartós élelmiszerekre van a legnagyobb szükségünk, a csomagolt kenyerekre és a burgonyára szinte napi szinten mindig van igény. Fehérváron jelenleg 146 menekültet látnak el, nagy többségük gyermek, akik közül sokan már óvodai ellátásban részesülnek, és a tavaszi szünet után pedig már az iskolák is fogadják a nagyobbakat is.